Favipiravir. Ez az a vénnyel, de ingyenesen beszerezhető gyógyszer, amely a tapasztalatok szerint segíti a koronavírusos betegeknek legyőzni az enyhe vagy középsúlyos fertőzést. Ezt az orvosságot eddig csak a kórházakban kaphatták meg a páciensek. Az egészségügyi intézmények zsúfoltsága miatt azonban március 8-ától indokolt esetben már a házi orvosok is felírhatják. Célszerű, hogy a tüneteikkel minél előbb jelentkezzenek a páciensek, mert akkor tudjuk a megbetegedés harmadik napja körül elkezdeni a kezelést. A cél ez volna, hogy minél előbb induljon el a hatékony vírus ellenes kezelés. Ez képes a vírus számot csökkenteni, ezáltal megbetegedés súlyossága enyhül, tehát enyhébb lefolyású lesz a betegség. A doktornő azt mondja, ezzel egy hatékony kezelése jelent meg a betegségnek az alapellátásban is, és ez motiválhatja az embereket arra, hogy mielőbbi segítséget és tesztelést kérjenek. Koronavírusos tünetek észlelése után a házi orvossal kell felvenni a kapcsolatot, aki PCR-tesztet kér. Ha pozitív a teszt, a páciens és a házi orvos együttesen eldönti, alkalmazzák-e ezt a gyógyszeres kúrát. Ezt követően a beteg hozzátartozója válthatja ki a készítményt, tajkártya és személyi igazolvány felmutatásával. A patikában kap egy tájékoztatót és egy beleegyező nyilatkozatot, amit a betegeknek kell kitöltenie és a házi orvoshoz eljuttatni. Szíbert Gábor gyógyszerész úgy nyilatkozott, jó tapasztalataik vannak az orvossággal kapcsolatban. Egész jól mutatkozik az esettanulmányban, hogy azok a betegek, akik enyhe, illetve középsúlyos panaszokkal rendelkeztek, gyakorlatilag 100%-ban elmondható róluk, hogy egyiknél sem alakult ki súlyos, tehát kórházi ellátást igényelő megbetegedés. Tehát ezáltal is levesszük a terhet a kórházakról, hogy nem kerülnek intenzív osztályra még többen. A készítményt 2014-ben vezették be Japánban az influenza megbetegedések kezelésére. A tavalyi évben más számos antivirális készítmény mellett ezt is tesztelték a COVID-19 vírus ellen, és a favipiravir bizonyult a leghatásosabbnak. A Pécsi Tudományegyetemen a járvány megjelenése óta foglalkoznak Magyarországon eddig nem forgalmazott gyógyszerek klinikai vizsgálatával. A favipiravirral kapcsolatban is két tanulmányt is folytatunk, egyet a japán kormánnyal közösen, egyet pedig azért, mert Magyarország nem szeretné és nincs is rászorulva, hogy kizárólag külföldi forrásból szerezze be hosszú távon ezeket a gyógyszereket, tehát a magyar gyógyszeripar elindul a saját magyar fejlesztésű favipiravirral. Azonban forgalomba hozatala előtt a magyar készítménynek a biztonságosságát és hatásosságát klinikai vizsgálatokkal kell majd megállapítani. Ezt végzik most a Pécsi Tudományegyetem kutatói.